a 15 évvel ezelőtt elhunyt Vanyó László áldozópapnak, egyetemi tanárnak, képzőművésznek állítottak emléket Komjátiban. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem egykori professzorának mellszobrát Ternyák Csaba egri érsek áldotta meg április 14-én. Nem nagyon ismerik az ő személyét. Ez lehet igazából abból is adódó, mert ő tudományos ember volt. És mint tudományos emberek, ismerős talán a történet, nem szeretnek mondjuk így rivalda fényben lenni. Ők a maguk kis világában, a maguk gondolataival vannak elfoglalva. Reméljük, hogy szobor által is most már egyre inkább, hogy fogalmaztam az érsek úrnak itt köszöntőmbe, Vanyó László személye továbbra is fennmarad, és nem hogy halványra, hanem inkább erősödni fog, hiszen ez is a célunk ezzel a mai ünnepséggel és szoboravatóval. A szoboravatást megelőzően ünnepi szentmisét mutatott be az egri főpásztor a Komjáti templom udvarán. Ternyák Csaba személyes élményein keresztül méltatta dr. Vanyó László személyét és munkásságát szentbeszédében. Én abban a kiváltságos helyzetben vagyok, hogy amikor harmadéves kispapként Győrből a központi szemináriumba kerültem, és az ő tanítványa lettem, akkor rácsodálkoztam arra a lelkesedésre, és óráit hallgatva, arra a lelkesedésre, ahogy az ősegyházról tudott nekünk előadásokat tartani, ahogy bemutatta azokat az egyházi írókat, akik az első századokban kifejtették az egyház hitét, bemutatták hitelesen mindazt, amit az evangélium tanított, és ahogy az egyház az evangélium tanítását lefordította az emberek hétköznapjaira, hogy hogyan is kell az evangéliumot megélni. Ezt az ősegyház tanítja meg nekünk. És Vanyó László szenvedélyesen szerette az ősegyházat. A helyi közösségi házban Vanyó László személyéhez kapcsolódó dokumentumokból, tárgyakból, alkotásokból egy kis tárlatot is berendeztek, amely április 28-áig tekinthető meg.